Rendkívül aktuális témában hallhattunk előadást Balogné Gál Zsófiától, aki elmondta, hogy eddig nem a legjobb irányban haladunk, környezetünk, bolygónk, így saját életünk tekintetében. Nem veszük tudomásul, hogy minden mindennel összefügg, a vezetők pedig egy-egy részletre vonatkozóan hoznak csak döntéseket. Sajnos nagyon érzékeljük azt, hogy hiába a sok-sok egyezmény, hiába a sok-sok szabályozás, tehát már nagyon sokan, ugye, akik a beruházói oldalon jelennek meg, vagy a gazdaságnak a termelői szegmensébe, ők úgy érzik, hogy már akkora nyomás van néha a környezetvédelem miatt. Sajnos azonban ezek nem érik el a céljukat, tehát én úgy érzem, hogy majdnem minden esetben sikerül megtalálni azokat a kiskapukat, vagy tényleg csak egy-egy apróságra koncentrálunk, ahelyett, hogy rendszerben közelítenénk meg ezt a kérdést. A növekedés korlátozott volta egy véges kiterjedésű földön minden gondolkodó ember számára nyilvánvaló tény. A víz, a klíma, a levegő, a termőtala és az élővilág sokszínűsége mind-mind indikátorai ezen korlátozottságoknak. Arról szól igazából az előadás, hogy a 70-es évektől kezdve, ugye, hogy az egyezmények haladnak, és miket kellett volna elérni, hol vannak sikereink, de ezek a sikerek esetleg áttételesen mégis mit okoztak, és hogy állunk most, és hát természetesen beszélek majd a forgatókönyvekről, hiszen nyilván a jövőt senki nem tudja megmondani. Én hiszek abba, hogy még függ az, hogy melyik utat választjuk, és azért még lennének lehetőségeink, de bizony a forgatókönyvek azok eléggé pontosak, és az elkövetkezendő 30-50 évre bizonyosan jól látjuk azt, hogy a választásunktól függően milyen folyamatok várnak ránk. A klímaszakértő szerint az utolsó órában vagyunk, amíg még dönthetünk arról, hogy milyen jövő felé megyünk tovább.